Hát tisztelt a Jósik, három nagyon perc. Gyorsan. Gábor, három egyik perc. Az, hogy igen, Lázár úr, amit mondott, avval kapcsolatosan csak annyit, hogy hát jogos lenne, csak ez a banda, ez másfél évente cserégette egymással, ezek fejenként legalább 500 milliót tettek zsebre. Másfél évente elcserélték egymást, olyan szerződést kötöttek, amivel üldötös nagy mélykérítéseket húztak, és röhögnek a markukba, rajtunk, mindenkin. Ezek egy fél milliárd, egy milliárd forinttal elrakják, elsibolják, eltűnnek az országból, bárhol eltűnnek, és nem foglalkoznak velünk, jókat röhögnek a markukba. Kettő, a devizahitelesekkel kapcsolatosan. Egy, bankkonszolidációban lenyúlták az országnak pénzét, kirabolták az embereket, és a mi pénzünket adják vissza. Kettő, ugyanebben a körben lerakták az aranykészletet, amikor eladták, a voltatartalékot, amikor eladták. Ide senki egy büdös kanyivasat nem fektetett be az országba. A saját pénzünkön, a saját pénzünkkel rabolnak ki minket. Eddig mindennel egyetértek. Hello? Mondom, eddig mindennel egyetértek, amit mond. Ez hozzátartozik az, hogy ez az államnak nevezett akármilyen politikus horda, ez szavatolja a bankoknak a hasznát, szavatolja azt, hogy bántódásuk nem eshet, szavatolja azt, hogy visszaérhetnek a helyzettel, nem tartják be se a nemzetközi, se a magyar, semmilyen törvényeket. Ugyanaz a rákosista, kádárista banda van a bíróságokon, ügyészségeken, de rendőrségeken. A végrehajtó tele van a lakáshírnával, a lakásmafiával, és vastagon benne van, amit itt voltak az FBI-tól innen-onnan, amit szervezetek a cigánygyilkosságok miatt, megállapították, hogy a rendőrség 100%-osan korrupt, és teljesen át van szőve maffia jellegű bűnözőkkel. Egészen föl a közlekedési rendőrtől, egészen nem föl mondjuk, a távolnoki karig. Ezt nem mondjuk így ki, hogy 100%-osan, de az, hogy amit ön említ, tehát, hogy a közlekedési rendőrtől a különböző tábornoki karig, tehát most több évre visszamenőleg, kérem tisztelettel, a nagy ügyek nem derültek ki. Itt annyi dandártábornok van, hogy én szerintem a világon összesen nincs ennyi dandártábornok, mint ami itt van a magyar rendőrségen, akik nyugalomban állományba vonultak és egyebek. Egy a lényeg. Semmiféle ügy a 90-es évek leszámolásából szinte, nem derült ki, vagy ha kiderült, akkor se úgy, ahogy. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy a leszámolás is nagyon kellemetlen volt. Gábor, köszönöm, Erzsébet a következő telefon. Üdvözlöm, szerkesztő úr. Hát üdvözlöm. Egy rövid véleményt szeretnék mondani. Szerintem sajnos ez a 20 év, ami itt az országból eltelt a rendszerváltás óta, a politikai elitünk egy olyan körülményeket indukál direkt és indirekt módszerekkel az országba, hogy rendet tenni véleményem szerint csak diktatórikus módszerekkel lehetséges. És mint már annyiszor a történelemben, ismét csak imádkozhatunk, hogyha ez be fog következni, már más, mert véleményem szerint itt rendő más demokratikus eszközökkel nem lehetséges rendet tenni, akkor ez egy olyan ember legyen, akiben némi jó érzés is szorult. Megmondom, hogy miért beszélek erről, és miért gondolom ezt így. Véleményem szerint a társadalom érdekérvényesítő képessége gyakorlatilag zéró. Ezt megfigyelhetjük a egyes tüntetéseken, ahol a társadalom bizonyos szegmensei jelenik csak meg, vagy a diákok, vagy a tanárok, akik még nagyjából érintetlenül egy tömbben sikerült átvészelniük ezt a 20 évet, viszont már ők maguk sem képesek a másik nagyobb réteg érdekeiért kiállni. Hát uram, nézze csak meg, hát Franciaországban például a diákok tömegesen kivonulnak a nyugdíjreformok, illetve a nyugdíjasok megszorítása ellen. Hát hol van a mi forradalmi egyetemi diákságunk? Csak így megkérdezem, hogy a saját érdekeiken kívül, mondjuk a ingyenes felsőoktatáson kívül, vagy mondjuk a rokhőzkötésen kívül, ugye tudjuk, hogy miről beszélek, egyből ki tudtak vonulni. Miért nem tudnak ugyanúgy kivonulni, úgy, mint Franciaországban a diákok a nyugdíjasokért? Megmondom őszintén, uram, még egy mondatot ebben. Messzemenően föl vagyok háborodva, hogy egy ilyen helyzetben lévő országban egy véleményem szerint túldimenzionál oktatás mellett, mert én ezt nem tudom elhinni, hogy itt 10 millió emberből éves szinten 108 ezer embernek felsőoktatási intézménybe kell jelentkeznie. Én nem hiszem, hogy ez reális, tehát ez automatikusan véleményem szerint minőségcsökkenéssel is jár,
Egyszerűen tudomásul kell venni, hogy képtelenek vagyunk eltartani ezeket, bármennyire jó is. Hát ki ne szeretné azt, hogy a gyereke egyetemet végezze. Szóval Tibor, akkor ön azt mondja, hogy a puliszka robbanni fog. Szerintem robbanni fog, és én nagyon félek, hogy a újonnan megalakult nemzeti kárda ebbe a 4 évben elkerüljön bevetésre. És reméljük, mondjam, hogy az reméljük. Köszönöm kell. Tibor, hogy jelentkezett, és Péter, a következő telefonálunk. Jó estét kívánok, szerkesztő úr. Péter, 3 perc. TV nézőit, Péter vagyok, Szentkútról, a Nemzeti Kegyhelyről. 3 perc, előre szólok. Halló. Jó, hát a tegnapi műsorával kapcsolatban először is egy nagy gratuláció a kiút több szem közt. Köszönöm szépen. De beszéljünk inkább a napi témákról. Beszéljünk a napi témákról, mit szól a devizahiteleseket segítő törvényhez, amit nagyon sokan kritizálnak. Valójában sok minden kimaradt belőle, legfőképp az újrakezdés, aztán, hogy Humboldt György úgy érzi, hogy teljesen ártatlan ez, és Strasbourghoz fordul, és hogy Lázár Jánostól,